Nem csak néptáncukat, étel különlegességeiket is bemutatták a székelyföldi testvérmegyékből érkező csapatok hétvégén a Szépasszonyvölgyben. Korábban önállóan, most pedig a Szüret program sorozathoz kapcsolódott az idei Székelyföld gyöngyszemei rendezvény. Jó lenne egy kicsit megújulni, egy kicsit jobban kinyitni, hogy ez ne csak a testvérmegyén kapcsolatáról szóljon, hanem egy kicsit vonjuk be a településeket és a megye lakóit, és ezért azzal a kezdeményezéssel éltünk, hogy megkértük a Heves megyei azon településeket, akik rendelkeznek Kovászna vagy Hargita megyei testvérkapcsolatokkal, hogy üljenek le, és találják, hogy közösen valamit főzzenek, amilyen székely jellegzetes étel, ami egy kicsit székelyföld ízeit idézi meg. Hét heves megyei és székelyföldi településről érkeztek Egerbe, hogy bemutassák jellegzetes ételeiket. Kisköre és Zágon csapatának bográcsában szarvaspörkölt készült. A szarvaspörkölt az egy ilyen specialitásunk, egy kis szalonnával fűszerezve, és egy kis vörösborral, egri vörösborral fűszerezve, úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy elismerést fog aratni a fogyasztók körébe. Ez nem egy ördöngős dolog, mert nyilván sokan csinálják ezt, de azért vannak benne egyéb dolgok is, amit nem árulunk el. Mátra Derecske és testvértelepülése töltött káposztát készített. Savanyú káposzta levélbe töltött, darált sertéshús, füstölt szalonnás, rizses töltelékkel. Kézdi Almás és Szihalom csapata bárányból készített el a székelyföldi ragacsost. Igazán örülünk, hogy szihalmi társfélelénkkel együtt itt Egerben, a Szépasszonyvölgyében, csodás hely, készítettük egy igazi székelyföldi ételt. Maga az ételről keveset tudok mondani, már ugye van nekünk egy jó szakácsunk, egy igazi tármetes ember, aki ért is tudja, hogy mit akar készíteni. Tőlem ne kérdezzem meg senki égen földön lévő ember, mert én sem tudom mit csinál. De meg vagyok győződve, vagy bárki majd a végén megkóstolja, megnyalancsa, áll lesz varázsolva tőle. A különleges ételek mellé persze borok és fellépők is társultak. Délután a székelyföldi és a heves megyei településekről érkezők műsora szórakoztatta a közönséget.